tudom, hogy hány éve, de talán az indulás óta írsz a Folk magazinba. Hát tulajdonképpen azt hiszem az első számok egyikében már írtam egy kis híradást, egy moldvai csángó népdalversenyt rendeztünk a Lakatos Demeter Egyesülettel, és arról számoltam be. Aztán egyre gyakrabban tudósítottam az általam szervezett, vagy pedig csak felkért szereplőként jelenlevő eseményekről, a Vas Lajos Népzenei Szövetséget, amikor megalakítottuk, és az első években olyan 2-3 írásom jelent meg a lapban. Aztán egyre szélesedett, elkezdtem sorozatokat írni, kaptam rovatot, és az első sorozatom az volt a címe, hogy Míg egy gyufaszál ellobban, és a moldvai csángó magyarokról írtam ezt a sorozatot. Már 69-ben részt vettem az első moldvai gyűjtőúton, a Magyarság Néprajzi Atlasza számára gyűjtöttünk adatokat, és azokat az élményeimet írtam meg ebben a sorozatban. Később ebből egy könyv is született, aminek az a címe, hogy Hegyensföldön járogatok vala. És akkor tulajdonképpen ez hagyománnyá vált, hogy minden évben megbeszéltük, hogy mi lesz a következő időszaknak a témája, vagy pedig én találtam ki valamit, és akkor, ha rábólintottak a fiúk, a szerkesztő fiúk, akkor írtam. Úgyhogy aztán következtek a madéfalvi veszedelem történetei, az én bukovinai szerelmes történeteim. Én nagyon szerettem azokat a történeteket, amikor messzire szakadt hazánk fiai voltak a történetek főszereplői, akik valamilyen módon, lehet, hogy nem a szokásos módon, az általunk szokásosnak vélt módon őrzik magyarságukat, őrzik a hagyományukat. A világ minden tájáról hoztál példákat. Igen, ez egy nagyon érdekes sorozat volt. Elkezdtem, hogy majd írok 5-6 témát, és a végén 20 asszony életét írtam meg. És azt is elmondom, hogy soha nem kértem fel előre, mondjuk ezt a csúnya szót, hogy adatközlőket, vagy riportalanyokat, hanem ahogy jártam, keltem a világban, akit az élet elém hozott, azt, ha egy ponton úgy éreztem, hogy ő igen, akkor megszólítottam, megkérdeztem, hogy hajlandó volna-e az életéről hosszasabban beszélni. Egy nyíregyházi asszony volt az első hősnőm, Hudivók Jánosné. Amikor elkezdtem ezt a sorozatot, akkor az volt a címe, hogy a történelem sodrában. Ők Kárpátaljáról kerültek ide. De a következő már Clevelandi asszony volt, akivel a vonaton ismerkedtem meg, és teljesen így szabadjára engedtem magam. Amikor az első 10 megjelent, akkor gondoltam, hogy hát most már akkor 2 éve megy ez a sorozat, hát valami más kell hozni, de annyira szerették az emberek, hogy írtam tovább, így lett 20 a sorozatban a szereplők száma, és ebből is született egy szép könyv, akkor már azzal a címmel, hogy Napsugár kisasszonyok. És most a könyved részleteit közli a Folk magazin, és pont itt van a kezemben a 18-as első szám, ahol 25 éves vagy egy képen, viseletben, és ennek a sorozatnak mi a címe? Hát a könyv címe, mert a könyv már megjelent, az a címe, hogy Bukovina, Bukovina, utam végén visszanézek. Hát éppen 3 nap múlva leszek 75 éves, és úgy gondoltam, hogy jó lesz, hogyha összeszedem magamat és az emlékeimet, és megírom, mert olyan sok minden történt velem az elmúlt évtizedekben, hogy ha későn fogok hozzá, akkor nem érek a végére.